Mire vigyáz a vonat jelentő őr? A vasúti közlekedésben a vonatok közlekedtetésére kétfajta követési rendet alkalmazunk. Állomás távolságú közlekedés esetén ugyanarra a vágányra, ugyanabban az irányban, csak abban az esetben indítható vonat, ha az előtte haladó vonat már beért a következő állomásra, és arról távbeszélőn vagy rádió telefonon úgynevezett visszajelentés érkezett. Igen. Ebben az esetben a vonatsűrűséget az állomások távolsága határozza meg. Az 1055-ös számú vonat 15 óra 8 percre elhaladt nagy iccén. Amennyiben az állomások távolsága túl nagy, vagy a vonatkövetést sűríteni kell, a két állomás közötti pálya részt egy vagy több úgynevezett térközre osztják fel. Ezeket a térközöket felügyelik a vonat jelentőrök. Feladatuk, hogy térközjelző kezelésével megakadályozzák, illetőleg megengedjék a vonatok behaladását az általuk őrzött térközbe. Munkájuk figyelmet, pontosságot kíván, mert egy esetleges hibás jelzőállítás a vonatok utolérését eredményezheti.